A transatlanti kereskedelmi egyezményről jelenleg eléggé titkosak a tárgyalások részletei, így egyelőre azt is nehéz eldönteni, hogy előnyös-e a megállapodás vagy sem. Nagyon sok pro és kontra érvet lehet felsorakoztatni mindkét oldalra, a politikai, szakpolitikai adok-kapok már jó ideje elkezdődött. Ahogy egyre több részletet tudunk majd meg, úgy fog fokozódni a vita a felek között. Minimális, egyszeri gazdasági növekedés várható ettől, amit pillanatnyilag az optimista becslések 2%-ra becsülnek átlagosan Európa szerte. Na most két dologról nincs igazán fogalmunk, hogy meg regionálisan mik a hatásai, az nagyon valószínűtlen, hogy ez ugyanazt a növekedést eredményez Európa minden területén, és a szektorális hatásokról is csak bizonytalan tippjeink vannak. Azt mondjuk tudjuk, hogy valószínűleg az autóipar nyerhet rajta, míg az élelmiszeripar valószínűleg veszít. Így azért azt is gondolhatjuk, hogy Magyarországon az egyikben lesz valami növekedési nyereség, a másikban pedig veszteség, de senkinek nincsenek megbízható számai erről. Azok a számok, amiket most a becslésekből tudunk, azok a NAFTA, az Észak-Amerikai Szabadkereskedelmi Övezet megnyitása előtti becsléseknél bebizonyították, hogy általában túl optimisták. Tehát nagyobb a valószínűség, hogy ennél kisebb lesz a növekedési hatás, mint hogy ennél nagyobb legyen, és már ez is kérdéses, hogy ez Magyarországot nettóban pozitívan vagy negatívan fogja érinteni. Úgyhogy itt tartunk pillanatnyilag, én szeretnék látni ennél megbízható becsléseket és pontosabb számokat. Azért találom előnyösnek elsősorban, mert itt olyan geopolitikai, gazdaságstratégiai pozíciójavulást érhet el az ország, és nem csak az ország, hanem az Európai Unió, és ezen keresztül Magyarország, tehát nem önmagában Magyarország éri ezt el, ami egyelőre még mindig a világ vezető gazdaságához kapcsolja az Európai Unió. Tehát azt látni kell, hogy Egyesült Államok visszaállt a növekedési trend pályájára, képes évi 1,5 százalékkal növekedni, ugye az Európai Unióról nem mondható el. Nyilván az ázsiai térség az nagyobb ütemben növekszik, viszont ne felejtsük el, hogy sokkal kisebb jövedelem szintről. Ugye itt az a kérdés elsősorban szerintem, hogy mi lenne, hogyha az Európai Unió kimaradna egy olyan megállapodásból, amit az Egyesült Államok egyébként a világ más részeivel nagyon valószínű, hogy meg fog kötni. Tehát megint csak nem növekedési szempontból előnyös ez Magyarország és az Európai Unió számára, hanem diplomáciai pozíciók, gazdaságstratégiai pozíciók szempontjából. Az Európai Unió és az Egyesült Államok között nem egy teljesen elzárkózó állapotból lépnénk át egy szabad kereskedelmibe. Eddig is nagyon komoly kereskedelmi lehetőségek zajlottak, például feldolgozóipari és szellemi termékek vagy információtechnológiára épülő szolgáltatások területén. Másrésztől az USA az ázsiai térség felé sokkal intenzívebben építi fel a szabad kereskedelmi egyezményt. Jóslatok szerint az a mostani elnöki ciklus végéig lezárul majd, miközben a TTIP esetében könnyen lehet, hogy nem zárul le. Most is volt egy forduló az egyeztetéseken, hogy hány fordulóra van még szükség, azt valójában senki sem tudja. Az Európai Unió, illetve a bizottság úgy néz ki, hogy elkötelezte magát amellett, hogy szeretné december 31-ig lezárni a teljes tárgyalási folyamatot. Ennek nagyon kicsi a valószínűség ebben a pillanatban. Nem tudjuk pontosan, hogy hány fejezetet zártak le, de azt tudjuk, hogy több fejezet még közel sincs ahhoz, hogy lezárt állapotban legyen. És hát december 31-e után pedig 2016-ban amerikai elnökválasztások, 2017-ben francia-német parlamenti választások, akkor ezzel nem fog foglalkozni senki. Úgyhogy én most azt tippelném, és hát bizonyos források az Európai Unióban is ezt mondják, hogy valószínűtlen, hogy ezt be lehet fejezni az év végéig, és akkor két évvel csúszni fog. Különösen érdekes lehet majd, hogy miközben a magyar kormány keleti nyitást hirdetett meg a közép-ázsiai és távol-keleti országok irányába, a TTIP valamennyire a nyugati export-import kérdést erősítené, vagy épp élezné ki. Ezért is fontos megvizsgálni, hogy Magyarország jól jár-e majd, ha létrejön az egyezmény, és kit hogyan érint ez a kérdéskör majd. Én nem is azt mondanám, hogy régiókat érint előnyösen vagy hátrányosan a megállapodás tervezet. A számítások alapján, amik természetesen csak előrejelzések, tehát az eredmények megbízhatósága korlátozott, inkább ágazatok szerint lehet szétbontani, és elég egyértelműen nyertes ágazat lenne a járműgyártás és az ehhez kapcsolódó, erre épülő iparágak. Viszont nagyon sok más iparág valószínűleg a nagyon különböző szabályozási sztenderdek miatt egyszerűen nem sokat nyerne, alig tudna növekedési többletet
elérni ezzel az egyezménnyel, tehát közel nulla az a növekedési többlet, ami kimutatható, és természetesen lennének bizonyos iparágak, ahol akár negatívumok is megjelennének. Magyarország esetében bizonyos könnyűipari tevékenységeknél akár negatív hatás is lenne. Magyarország esetében mérhető növekedési többlet különböző forgatókönyvek alapján, tehát hogy milyen mértékű lesz a szabályok összehangolása egy ilyen egyezmény keretében, viszont azt is látni kell, hogy az, hogy ágazati szinten több százalékpontos kibocsátási többlet is kimutatható, és az egyedül a járműiparra érvényes, összgazdaságilag szintén közel nulla a növekedési többlet, tehát mondjuk egy viszonylag közepes mértékű szabályozási összehangolás esetében 0,2%-os egyszeri GDP növekedési többlettel lehet számolni. Ez munkahelyek szempontjából egy 20-30 ezer fővel több foglalkoztatottat jelent. Mind az én frakcióm az Európai Parlamentben, a zöld frakció, mind pedig a magyarországi párt, az LMP, amelynek képviseletében én bejutottam az Európai Parlamentbe, egyértelműen ellenzi ezt a megállapodást. Ennek több különböző oka van, a legfontosabb ezek között az a vitarendezési eljárás, a befektető és államok közötti vitarendezési eljárás, amit már ugyan megígértek, hogy meg fognak reformálni, de a részletekről még senki nem hallott semmit. Jelen pillanatban ez kifejezetten káros minden tagországra, nem csak Magyarországra nézve.